Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A budaörsi rendőrkapitányság eljárás folytat önkényes jelkép használatvétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki Pátyon több ház falára, egy emlékműre és az úttestre horogkeresztet festett. Az elkövető 20-25 év körüli 180 cm magas, vékony testalkatú. Kérjük, aki felismeri a férfit, tud tartózkodási helyéről, hívja a budaörsi rendőrkapitányságot. Lopásvétség és súlyos testi sértés büntet elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen a 3. kerületi rendőrkapitányságon. Az elkövető még december 31-én 12 óra körül időben bement az Eső utca egyik társasház lakásába, és onnan mobiltelefonokat vitt magával. A sétett utána ment a támadónak, hogy visszavegye a mobilokat, de az elkövető súlyos sérüléseket okozott a sértetnek. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodás helyéről, hívja a 3. kerületi rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást rablásbüntet elkövetésének gyanúja miatt a 6. kerületi rendőrkapitányságon. Az Andrássy úton a sértettet megszólította, majd ezt követően a társa hátulról tarkon ütötte a sértettet, mely következtében a földre esett. A támadó ekkor eltulajdonította a sértett pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, majd egy füllyedt puntóval a helyszínről távozta. Kérjük, aki felismeri az egyik támadót, hívja a 6. kerületi rendőrkapitányságot. A Balatonfüredi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvétsége miatt ismeretlen tettes ellen, aki a konferencia és szabadidő központ alaksori irodájából eltulajdonított egy pénztárcát a benne található bankkártyákkal együtt. Az elkövető 30-40 év körül fila márkájú váltáskát visel. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodási helyéről, hívja a Balatonfüredi rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettes ellen folytatnak eljárás lopásvétség gyanúja miatt az 5. kerületi rendőrkapitányságon. A képen látható férfi az október 6-a utcában található vendéglátóhelyen eltulajdította a pénztárcáját a sértettnek, iratokkal, bankkártyával együtt. Az elkövető 30 év körül 170-180 magas, vékony testalkatú, körszakállas. Jobb kézfején non-figuratív tetoválás látható. Kérjük, aki felismerje bemutatott szemét, hívja az 5. kerületi rendőrkapitányságot. A Váci rendőrkapitányság eltűnése miatt közigazgatási eljárást folytat Németh Lórán 44 éves budapesti lakos ügyében. A férfi egy nagybörzsönyi házból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Gyógyszeres kezelés alatt áll, nehezen tud kommunikálni. Kérjük, aki információval rendelkezik az eltűnt személyről, hívja a Váci rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra!